oroszhegyi szálláshelyükről indulnak a mondák, legendák és történelmi események nyomába azok a kirándulók, akik Felvidékről, Csallóköz egyik nagy településéről, Gútáról érkeztek Székelyföldre, hogy megismerjék annak szépségeit, történelmi nevezetességeit. A kirándulás harmadik napján útban Kézdivásárhely felé a Nyerges tető az első állomás. A szabadságharc egyik utolsó csatájaként számon tartott Nyerges tetői ütközetre az ott elesett székely hősökre emlékeztet ez a hely, amely lassan nemzeti kegyhellyé vált. A Felvidékről érkezőknek fontos volt látni az emlékhelyet, mondja a körút szervezője, aki alapító tagja az Összefogás a Kárpát-medencéért kulturális és hagyományőrző egyesületnek. Szeretném bemutatni, mivel hogy túraklub is vagyunk, az Erdélynek a természeti szépségeit, az erdélyi emberek életét, és erre fűződik fel az egész programmenetünk. Természetesen vannak benne történelmi érintettségű dolgok is, tehát történelmi emlékhelyeket is itt ott azért megnézünk, mint ahogy most is itt vagyunk Nyerges-tetőn. Volt, akinek egészen különleges, nem várt élményt tartogatott a Nyerges-tető. Ez a szomszéd palu által állított kopjafa, nagyon megörültem neki, mikor megláttam, mivel Fülöp püspöki tőlünk, a mi falunktól 3 kilométerre van, és én utaztam is velük, ezek a Fülöp püspökiek Erdély körutat rendszeresen végigjárták, Erdély különböző részeit, nevezetességeit több éven keresztül, és egyik évben voltam velük, de nem éppen ebben az évben, viszont nagy örömömre szolgált, hogy a hazai, úgymond a legközelebbi község kopjafáját megtaláltam. Gábor Áron név katona volt és hazakerült, Berezben, mint asztalosként dolgozott, ez biztos közismert. A Kovászna megyei Bereck falu híres szülötte, a 48-as forradalmár ágyúöntő Gábor Áron. A település emlékházat rendezett be a tiszteletére, az ide látogatók gazdag kiállítás révén ismerhetik meg a tűzérőr nagy életútját, illetve a szabadságharc emlékeit. Aki először jár Erdélyben, annak különös élményt nyújt ez az emlékház is, aki pedig visszatérő, mindig új ismeretekkel távozik. Ahol én lakom, Csallóközben mondják, hogy az a ugye, tündérkert, hát én mondom Erdély tündérországnak, mert ez akkora nyomot tud hagyni az ember lelkébe, és ezt vinni kell haza, ezt a mentalitást, meg ezt a magyarság tudatot. A Lemhény feletti poszkártető nemzeti emlékhelyére följutni igazi kaland volt a túrázóknak. A poszkártetőn 2022-ben felavatott, röngből épült nemzeti emlékhelyen, amelyet összekötő kapocsnak szántak létrehozói, Nimród, Attila király, Csaba vezér, Árpád, Szent István és Szent László fába faragott másait csodálhatták meg a kirándulók. Most vagyok először Székelyföldön, mai napon főleg a 48-as szabadságharccal kapcsolatban voltunk itten, és elég sok mindent így az ember megtudtam vele kapcsolatban, hogy ezek a itteni forradalmárok, amit harcoltak a nemzetükért, és hát az ember meghatódik. Én nagyon örülök, hogy eljöttem, mert magában ez a csodás táj, ami itt van, ez már megfog. És ez, ahol most voltunk, és hogy itt ennyire szeretik a magyarokat, és mellettünk vannak, mert ők is magyarok, ez nagyon megható volt. Én el is írtam magam az előadáson. Tehát már ezzel gazdagodtam, hogy tudom, hogy ilyen sok rétű a magyarság, és hogy sok helyen van még. Ez csodás dolog számomra. Megmutatta azt, hogy még a magyarság még mindig összetart. Tehát akárcsak a Felvidék, vagy itt ugye Székelyföld is, még mindig kvázi magyar területek. Szóval ez nagyon tetszett. Imádom a természetet, a túrákat, ez nekem nagy öröm, hogy itt lehetek. A hét további részében a Székely-Derzsi erőd templomhoz, Tamási Áron szülőfalujába Farkaslakára és a Patakok országába Gyimesbe is ellátogattak a felvidéki kirándulók. A körút végén pedig azzal a jó érzéssel indultak haza, hogy amint lehet, visszatérnek Székelyföldre.